Az a vágyam, az a vágyam,
Halleluja. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Názaret Jézus Krisztus nevében. Ez még csak a hangpróba, ez még nem az Isten tisztelet, de milyen jó, hogy már a hangpróbán is az Úr jelen van. Milyen jó, hogy Istennél nem próbák vannak, hanem mindig élő közvetítés van. Hogy mindig élőbe tölti a vizet, a kenetet, az olajat, az ő drága jelenléte. Egyszerűen azt lehetne elmondani, hogyha valaki ide áll a most én helyemben, akkor azt mondaná, hogy testvér, itt van Jézus. Ennek lehetne csak mondani, és nem is kell többet mondani, csak annyit, hogy itt van ő. Ha ő itt van, akkor minden rendben van. Akkor mindenki jól fog érezni magát. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkit meg fog áldani az Úr ezen a mai reggel. És nagy öröm van a szívünkben, hiszen bemerítkezés van, és itt vannak fehér ruhában testvérek. És még mennyien vannak, akiket nem látunk, de ők is fehér ruhában vannak. És hiszük, hogy lelki szemünkkel látjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik fehér ruhát öltöztek fel, mert szövetséget akarnak kapni Istennek. Amen. Engedjétek meg, hogy kezdjük meg ezt az Isten tiszteletet hivatalosan, úgymond, mert már elkezdtük, mi már reggel, meg még be se fejeztük a tegnap óta, meg már csütörtök óta kezd, vagy hétfő óta, vagy nem tudom mióta már folyik már ez az Isten tisztelet. És nem is fog megszakadni mindaddig, ameddig nem találkozunk az Úrral a mennyben. Én azt mondom, hogy mégis ezt az alkalmat hivatalosan kezdjük meg imával, megkérem a Tibor testvért, Gombos Tibor testvért, itt van Pászló testvért, hogy hangos szóval vezessen minket, és menjünk az Úrnak a drága jelenlétébe, kérje Istennek gazdag áldását, az ő drága jelenlétét erre a mai Isten. Többnyek pedig lényegben. Amen. Halleluja. Maradj velünk, drága Jézus Krisztus bába! És mindig örökké velünk, megmaradj velünk! Mert szeretjük tégedet, Uram! Szükségünk van rá! Halleluja, Uram! Köszönöm neked, hogy már jelen való Isten vagy, élő Isten vagy, és magadból adsz az embereknek. Kérlek, Uram, hogy ma is természet feletti módon bontakozzák ezen az Isten tiszteleten. Áld meg az embereket, szabadíts meg az embereket, gyógyíts meg az embereket, és ajándékozz ma is örök életet az embereknek, hagyj üdvösséget a mai napon, és azoknak, akik meg nincsen. Kérlek téged, Uram, hogy ez a jelenléted által mi csak áldást kerjünk a mai napon is. Köszönöm, hogy megtisztelsz minket a te jelenléteddel, és mi pedig jól érezzük ebben magunkban. Köszönöm, hogy megáldod az alkalmat, a életen, az imádkozókat, az ige hallgatókat. Áld meg továbbra is ezt a gyülekezetet, hogy mindaddig megmaradjon még, mert el nem rabolod őket. Jézus nevében. Amen. 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 Nagy Istenem, ha nézel a világot, melyet teremtett, szent legyen szabad. Mi nagy volt a Uram?
testért, hogy hangos szóval mondja el, mennyire örül annak, hogy egy ilyen hatalmas Istent imád, a gyülekezet pedig lélekben kövessük a testvérünket. Amen! Köszönöm, hogy drága mennyi atyám, hogy ma is volt a kegyelmedet, Uram, meghosszabbítottad, Uram, ami számunkra, Uram. Ezért én hálás vagyok neked, Uram, hogy ma is megmozdultattál, Uram, víz, Uram. Beáltos a élet, Uram, megváltozik az életem, Uram, egy új szintet kap, egy új életet kap, te benned, te általad, Atyám. Mert a szabadulásod lesz, tehát a gyógyulásod lesz, Uram. Köszönöm, Uram, hogy most is itt van, Uram, köszönöm, Uram. Köszönöm, Uram, hogy számogat minket, Uram, hogy te állatok magasztalnak, Uram. És köszönöm, Uram, hogy ilyen hatalmas Isten vagy, Uram. Mi nem felejtjed el ma se rólunk, Uram, hanem a jobb oldal, Uram, tovább, hogy támogatsz minket, Uram. Nem veszel el rólunk, Uram, a te kezeletben, hogy pillanatban te, Uram. Köszönöm neked, Uram, ez egy áldalat és magasztalat, Uram. Te minden tisztesség, minden áldás a tiéd, Uram. Ami itt folyik, Uram, és folyni fog, Uram. Köszönöm, Uram, a gyülekezetet, Uram. Köszönöm az embereket, Uram, amely általak, Uram, a szellemed által születek olyanán, Uram. Köszönöm neked, Uram, hogy mindig így megyünk, Uram, a megyeknek országáig, Uram. Köszönöm ezt a hajót, Uram. Köszönöm, hogy részese lehetek, Uram, ennek a hajónak, Uram. Köszönöm a te hatalmas tekintetedet, ami most is ránk van, most is itt van. Jézus nevében. Amen. Messze fenn egy helyen áll egy rég ígéret, jelképen ez a szemed és nem. Önnéken kedves, hol a tiszta és szent, oh!
imádkozom. Azért, hogy kérje Istennek áldását, segítségét, hogy tudjuk átkorolni ezt a keresztet mindvégig. A gyülekezet pedig lélekben követi. Halleluja, Názaret Jézus. Köszönjük, Uram, ezt a kegyelmet, amit tartanak ezen a mai napon, Uram. Hálással mi szívünk, hogy itt lehetünk, Uram, és a te dicsőségedre legyen ez, Uram, ezt, amit teszünk itt, Uram. Kérjük, Uram, a te áldásodat erre a mai napra, Uram. Emel fel ezeket a drága lelkeket, akik szövetséget akarnak kötni te veled, Jézus Krisztus nevében, Uram. Kérlek, Uram, árasz ki, Uram, a te keretedet a mennyből, halleluja. A Jézus nevében, Uram, töltsd be őket, Uram, a te drága szent szellemedet, Uram. És kérem rájuk, Uram, a te áldásodat, Uram, amit elhozz meg sosem, Uram. Tudom, hogy tőled van minden, Uram, amit te megkívánsz, azt idd, Uram. Kérlek, Uram, te őrizd meg minket, Uram, mindentől, minden gonoszságtól, minden rosszul, Uram. Kérlek, Uram, te kövess minket, hogy tudjunk veled menni, Uram, végig ezen az úton, elkívánt. Jézus Krisztus nevében, Uram, könyörülj rajtunk is, bocsáss meg a bűneinket, amit elkövetünk, Uram, a Jézus Krisztus nevében, adjál nekünk továbbra is kegyelmet és előre menjek el, Jézus Krisztus nevében, Uram, áldjuk és magasztaljuk. Amen. Emelni a két kezünket azért, mert Isten megmentett. Csak az emelje fel a kezét, aki úgy érzi, hogy Isten megbocsátott a bűneit és megmentett. És megkérem a Jóska testvérünket, hogy hangos szóval köszönje meg azt, hogy Isten megmentett minket. A lélek, a gyülekezet pedig lélekben köszönje meg, hogy megmentett az Úr. Amen. Köszönjük neked, Köszönjük neked, Jézus.
Testvér, megmentett az Úr. Amen. Amen. És megbocsájtott a bűneinket. Ezért boldogok vagyunk. Tudod, mi a legjobb boldogság és a legnagyobb boldogság és öröm? Az az, hogy Jézus itt van. Az Úr van itt. Az Úr van itt. A te Istenem. A te Istenem. Ő vár rám. Ő vár rám. Az Úr van itt. Az Úr van itt. Jézust, a legdrágábbat adta. Amen. Kedves Jósor testvérünk, Tasádi gyülekezet, hangos szóval, köszönd meg az Úrnak, hogy a legdrágábbat kaptad ezen a földön. A gyülekezet is azt mondom, hogy a legdrágábbat kaptuk ezen a földön, Jézus. Ezért gyülekezet lélekbe, Jósor testvérünk pedig hangos szóval. Hálából lévök, Uram! Hálából lévök, Elibe! Köszönöm neked, hogy elfogadtál engemet, Uram, és kivettél engemet a nehéz sorból, Uram. Kivettél engemet a mély gödörből, Uram. Köszönöm neked szépen, drága Jézus Krisztus, hogy adtál nekem lehetőséget, hogy ismerjelek meg. Ismerjem meg az igazságot, Uram. Mert az utakam, ahogy nem ismertelek, Uram, sose. Uram, kérlek, hogy maradjak tovább veled, drága Jézus Krisztus. Kérlek, hogy maradjak veled, Uram. És segítsél nekem, hogy ne menjek vissza a világba. Ha veled akarok maradni, örök életbe. Köszönöm szépen, hogy megbocsátottad a bűnömet, Uram. Köszönjük, Uram! Köszönöm szépen, hogy a bűnömet felvittek magadba a keresztre, és megkaptál életre, Uram. Amen. 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 Megbocsátott az Úr a bűneinket? Amen. Legyen áldott az örök jóval Isten. Van-e itt valaki, akinek nincsen szüksége Istenre? Azt gondolom, hogy senki, mindenki, aki ide jött, szüksége van Istenre. Azért jött ide, mert szüksége van az örökkévaló Istenre. Amen. Nekem is szüksége van Istenre. Nélküle nem vagyok. Nem létezem. Ha ő nincs, akkor én sem vagyok. De ha ő van, akkor vele együtt én is vagyok. Amen. Szükségem van rád, Uram. Szükségem van rád, Uram. Szükségem van rád, Uram.
szükségem van rád, Uram. Szükségem van rád, Uram. Szükségem van rád, Uram. Szükségem van rád. Szükségem van rád, gyere mondd el az Úrra, szükségem van rád, Uram. Gyere, együtt mondjuk el, hogy szükségem van rád. Szükségem van kérjük meg az Erdély gyülekezetből, hogy hangos szóval mondja el az Úrnak, és a gyülekezet előtt is, a látható és a láthatatlan világ, hogy mennyire szüksége van Istenre, a gyülekezetnek is szüksége van Istenre. Amen. Amen. Mi pedig lélekben követjük őt. Amen. Amen. Halleluja, mindenható Isten. Uram, köszönjük, hogy megismerhetünk téged, Uram. Te vagy a lelkünk pásztor, és megtérhetünk hozzád, Uram. Amen. És nagyon nagy szükségünk van rád, Istenem. És kihez is mehetnénk, Uram, és az örök életbeszéde te nálad van, Istenem. És megismertünk tégedet, Uram. És kijelensünk, hogy te vagy a mi Istenünk, Uram. Te vagy Ábrahám, Izsák, Jákob Istene. Te vagy a mi Istenünk. Te vagy a tartalmi gyülekezetek az Istene, Uram. És nagyon nagy szükségünk van rád, Istenem. És minden áldás, tetület fakad, Uram. Minden jó adomány, Uram, tetület száll alá, Istenem. És nagyon nagy szükségünk van rád, Uram. És nélküled ellenünk vesz, Uram. De te megtaláltál minket, Uram. Kiragadtál minket, Uram. A bűnből, Uram. És örülünk, Uram, hogy megismerhetünk téged, Uram. És nagyon-nagyon nagy szükségünk van rád, Uram, hogy kitartsunk mindvégig, Uram. Hogy ott lehessünk, ahol te vagy, Istenem. Ezért kérlek, hogy ajánl nekünk erőt, Uram. Kérlek szépen, Uram, hogy tartsál meg minket, Uram. Ragaszkodunk hozzád, Istenem. Szeretjünk téged, Istenem. És köszönjük, hogy vagy nekünk, drága mindenható Isten. Legyen áldott a szent neved, Uram. Köszönöm neked a názáreti Jézus Krisztust. Köszönöm a kereszthalált. Köszönöm azt a sok szenvedést, amit szenvedett miértünk, Uram, hogy nekünk örök életünk legyen, és hogy megismertünk téged, Uram, és ragaszkodunk hozzád, és szükségünk van rád, Istenem. Kérlek, hogy tartsál meg mindnyájunkat, Uram, akik téged hívnak segítségül, Uram. Kérlek, hogy tartsál és őrizzél meg mindnyájunkat. Legyen áldott a szent neved most is, mindörökké, örökké. Amen. Amen. Isten megígérte,
hogy mindazok, akik őt követik, ott lesznek, ahol ő van. Ez az ég és ez a föld el fog mullani. Mindenki látja, nem kell ehhez hívő legyél, hogy lássad, hogy megy tönkre ez a világ. Ebben a világban te is benne vagy, én is benne vagyok. És ebből a világból van egy szabadulás. Azt meg úgy hívják, hogy Názáreti Jézus Krisztus. Amen. És ezt a szabadulást kívánjuk mindenkinek. Mindenki találja meg ezt a szabadítót. Mert nem adatott más név az ég alatt, akiben van a szabadulás. Egyedül Jézus Krisztusnak a drága neve. Aki ezt megtalálja, aki ezt vallja, az egy áldott ember. Istennek áldott gyermek, így nevez a Biblia. Jöjjetek atyátok áldottai, és örököljétek, bírjátok a földet, amelyet Isten számotokra készített. Ez az ég és ez a föld elmúlik, de egy új eget és egy új földet várunk az ígéret szerint. Ahogy ő megígért, az pontosan úgy is lesz. Amen. Egy új eget és új földet, az első többé nem lesznek, a városa meg a mennő száll alá. Drága kövekből készített, zafírokkal díszített, ez a hely még te készítetted. Hú, ez a város, erről álmodott, ott nem hallatszik. Imádkozz a gyülekezet pedig lélekben, és köszönjük meg Istennek azt, hogy Istennek van egy megmentő terve
az életünkkel kapcsolatosan. Úgy, ez az ég és ez a föld elmúlik, de Istennek van egy megmentő terve. Egy új eget és egy új földet ad nekünk az Isten. Amen? Amen. Három éve, tessék Isten. Jó Atyám, és nagyon-nagyon imád.